Kegyetlen az az új kihívás, ami a neten terjed. A falon koppintanak a szülők, de közben úgy tesznek, mintha a gyerekük beverte volna a fejét, és amikor elkezdik vigasztalni a még nem síró gyereket, ő elkezd sírni, mert azt hiszi, hogy beverte a fejét. Mindezt osztják a neten persze. Vendégünk Bárdos Ildi, Papa Dimitriu Attila és Gyarmati Rita, pszichológus. Jó reggelt! Jó reggelt. Mi a véleményetek ebből, erről a remegve szabott kihívásról? Szülőként nehéz szofisztikáltan fogalmazni, én így állnék a dologhoz. Nekem az első, amikor megnéztem a videót, mielőtt bejöttem, az jutott eszembe, hogy én minden nap azon dolgozom, hogyha a gyerek elesik, akkor minél kevésbé sírjon, és nem azért, mert katonát akarok belőle faragni, de hogy apróságban ne csináljunk nagy dolgot. Na most ezek a nem éppen mű emberek azon dolgoznak, hogy mindenen sírjon a gyerek, még azon is, ami nem valós. Valószínűleg egyéb... viccesnek találják egyébként ezt. Hát ezt látom, és ezen tudnék sírni, mert nekem az szülőként, és ez a furcsa, hogy szülőként neki ez vicces, de tőlem a humor azért szülőként egy kicsit más dolgot jelent, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Szerintetek ez humorról szól, vagy egyszerűen nem. Csak nem megy át nekik, hogy mit is csinálnak a gyereküken, mert nekem az az érzésem, hogy ez, mintha nekik nem lenne egyértelmű. Ez nekem olyan, mint amikor, tehát azért, mert én a gyerekemnek az anyja vagyok, azért az interneten én nem tettek meg vele bármit. Persze. Tehát nyilván a gyerekem kicsi még, de önálló személyiség, és azért, mert én gyakorlom felette a jogot, az nem jelenti azt, hogy az interneten gyakorlatilag bohócot csináltok belőle, ugye volt ez a sajdobálás, meg nem tudom, hogy mik voltak, azért ezek azért elég erős dolgok. Volt már ilyen jó pofa. Rita, neked mi a véleményed erre? Hogy annyira jól kiemelted, pont a két lényeges elemet, az egyik, hogy ugye a gyerek az, aki az embergyerek az, aki a legfejletlenebben jön világra, ugye, tehát a legvédtelenebb, és szülőként ugye az az első, hogy én megvédjem őt. Na most nem akarom egy olyan helyzetbe hozni, ahol ugye elkezd sírni, mert hogyha sír egy gyerek, akkor valami baja van. Tehát ugye azt próbálja az ember, hogy meg tudja óvni ezektől a helyzetektől, direkt nem generál. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy nekem is az jutott eszembe, hogy eszközként használja a gyereket. És hogy egy gyereket nem használhatok eszközként, mert ő egy önálló identitás. És ez egy nagyon fontos része, amire még vissza szeretnék kanyarodni, amit ti mondtatok. Nem vagyok abban biztos, hogy a gyerek azért sír, mert azt hiszi, hogy beverte a fejét. Én inkább a hang hatás az, ami... Hát meg a hangözelős, vagy a szülői reakció. És a szülői reakció, igen, mert ugye ez meg a szociális tanulás elmélet, hogy az ember... nek visszatükrözik azt, hogy na most sírni kell. Igen. Igen. Úgyhogy ezek nagyon, ez egy nagyon komplex helyzet, igen, nagyon nehéz. Attila, mondtad, hogy ha lehet, akkor beülnél, mert hogy neked is van véleményed, méghozzá eléggé sarkos. Itt az idő. Szóval, amit a Barbie mond, szóval én az az érzésem, hogy amilyen érzelemmentes fabábuk élnek a mai világban, és elmebetegek, és pszichopaták, és lelki sérült ember, amennyi van, és nem foglalkoznak azzal, hogy ők mit érez, amit szoktunk mondani, mit érzel, mert inkább az lehet, hogy nem érzi át, hogy ez micsoda megalázó helyzet a gyereknek, akárhány éves, ha 0 éves, akkor is egy ilyet oda cseszel neki, hogy finom legyek, mert tudnám csúnyám, oda egy darab sajtot a fejére, Elképesztő. Ne szecsezd meg, egyél! Hogy mi ez? Tényleg egyébként egy fenyitogató, tényleg az. Igen. És tudod, mi a szörnyű, hogy 40%-a azt mondja, hogy ez vicces. Igen, ez igen. Nem, úgy volt egyébként, jó, kapcsoljuk ide. Az összes többi, aki ezt mondja, hogy... az én szerintem elmebeteg, és a fejét kéne a falba verni. Ugye az volt, ami véleménykérdésünk, hogy mit gondol arról, ha egy szülő a gyereke kárára szórakozik egy internetes kihívás miatt, csak játék, büntetést érdemelne, illetve nem való szülőnek. A csak játék az nagyjából a fele. Hát a fele. Nézőink fele gondolja, hát úgyhogy ez csak játék. Hát egyébként ez döbbenetes szám. Igen, engem is megdöbbent, tehát én azt hittem, hogy mások lesznek az arányok. Játék, játsszál vele labdával. De nem, de tényleg. Meg hát nem utasd az a neten szerintem, tehát hogy majd ő eldönti, hogy szeretne szerepelni, nem? Tehát ilyen attól, hogy abszurd dologban. Bocsánat, ennek lehet következménye később, bármilyen jellegű? Alapvetően azt gondolom, hogy attól, hogy egy ilyen történik, nem biztos, hogy ez nagyon mélyen megmarad. Az én fejemben felmerül az a kérdés, hogy milyen az alapvető szülői attitűd. Uh-huh. Ugye, hogyha megcsinálok egy ilyet a gyerekemmel? Tehát, hogy akkor a többi területen hogy működöm? Ez az egyik kérdés. A másik pedig az, amit mondtok, hogy fölteszem ezt az internetre. Ez az időszak, ez 0-2 éves korig, ugye a személyiségfejlődésnek egy nagyon fontos időszaka, ahol az elsődleges szociális gondozóval a bizalom alakul ki. Na most itt pont a bizalmat, hogy becsapja őt gyakorlatilag. Igen, és aztán, hogyha mondjuk 10 évesen meglátja magát az interneten, hogy az
anyám vagy az apám ezt csinálta velem, ketten röhögtek. Ennél a videónál én majdnem sírtam. Igen. Igen. Olyan keservesen sír a kislány, és nekem annyira kisfiú, visszás, hogy az apja röhögte litorokból, a kislány meg sír. És nem csak az apa, hanem az anya, aki a videót készíti. Számomra ez a döbbenetes. Annál az első kislány rettentő módon elkezdett sírni. Annyira érzékeny a külvilágra, annyira érzelmes kisember volt az a kislány. Arcával sajt, tehát nem hiszem, közben nézem a videókat, és egyszerűen nem hiszem el, hogy ez bárki azt mondja, hogy ez játék. Ez egy játék. Az, hogy sír a gyerek, már alapból hol játék? Ez korunk játéka, egyik játéka. Tehát tudod, hogy toncul a világ szépen. Tehát, hogy és akkor megkérdezzük, hogy tudjuk-e, milyen hatással lesz rá. Olyan dolgokat csinálunk, ami egyébként nem tudjuk, hogy 20 éve milyen hatással lesz egyébként az adott gyerekekre. Meg tudjátok, hogy milyen nagyon félelmetes, hogyha ezt most ebben a pillanatban viccesnek találja ennyi ember, akkor majd lesz fokozódnak kihívások. Ezek a kihívások, és akkor majd hogyan alázzák meg a gyerekeiket a szülők még jobban. Tehát elképesztő. Rita, azzal, hogy mi most erről beszélünk, jót vagy rosszat teszünk? Hát az, hogy mi elmondjuk a véleményünket, az semmiképpen nem baj. Jó, de tudod, mire gondolok? Tehát, hogy hype-ot csinálunk egy olyan témának, aminek lehet, hogy nem kéne, erre gondolok. Én azt gondolom, hogy ezt kezelhetjük tabu témaként, de hogyha nem beszélünk róla, akkor az a jó, hogyha beszélünk ilyen témákról, hogy az emberek hátra elkezdenek gondolkozni. Igen. Aki nem akarja ezt bevenni, úgy sem fogja. De azért én mindig abban reménykedek, hogy ilyenkor elindul valamiféle gondolatmenet, hogy fú, lehet, hogy ez tényleg nem vicces. Én mindig ebben reménykedem. Te mennyire fogalmaznál egyébként sarkosan, tehát, hogy aki ilyen videót készít, felteszi, közzéteszi, az milyen személyiségű ember? Hát ezt azért általánosságban nem fogom tudni elmondani. Amit mondtok, hogy itt hány százalék, ott azért abban nagyon fontos az, hogy benne van az, hogy anonimitás. Tehát, hogyha ezt így személyesen megkérdeznéd, akkor lehet, hogy nem tudná ezt így elmondani. Na, de elmondani. Akkor is ezt gondolja, pláne rossz. Hát, igen, de még gyanús a tetejében. Igen, ezzel vitáznék veled, mert így lehet, hogy még veszélyesebb, mert ugye pont az anonimitás ad egy lehetőséget, hogy őszintén elmondja a véleményét, és így a nézőink fele, számomra is megdöbbentő is módon a fele azt gondolja, az gondolja, hogy ez játék. Tehát az többsége lehet ugyanúgy otthon megcsinálja, kipróbálja, csak nem teszi fel. Mert lehet. Furi, igen, vagy félreértették ezt az egészet, nem tudom, lehet. Én inkább ebben bízom, hogy ebben. Igen, most már vége felé, igen, megmutattuk a videót, a műsor második felében mutattuk. Ja, először meg. Igen, és sokan először csak azt gondolják, hogy a humor érzéke nem megfelelően fejlett annak, aki ezt nem úgy értelmezi, igen. És hogy ezt nem kell ennyire felfújni. Igen, ilyeneket is írnak. Meg egyébként más az, hogyha valami Amerikában megszületik, és elterjed a világon, engem az érdekelne, hogy mi magyarok szerinted mennyire vagyunk nyitottak az ilyen, nem csak a kihívásokra, hanem ezekre a mintákra, amiket így átveszünk és beleviszünk az életünkbe. Azt gondolom, hogy mindenképpen nyitottak vagyunk, tehát az, hogy az ember a közösséghez tartozzon, az egy nagyon fontos dolog, az elfogadás, és most nem ezen a szinten mondom, hanem az alap szükségletek közé tartozik. Az, hogy a világ merre megy, és az értékrend merre csúszik el, az nagyon rossz ebből a szempontból, mert hogy akkor hajlandóak vagyunk egy ilyen sorba is beállni, ami viszont egy nagyon érdekes dolog, hogyha azt mondjuk, hogy internetes kihívás. Sok interjút csináltunk már internetes kihívásról. Itt én nem találom a kihívás részt. És nem találom, egyébként hogy hol te találkoztál, ugye mondtuk már egy csomó ilyen idióta kihívást, mint ami ez. Találkoztál olyan emberrel, aki ezt viccesnek találta? Én nem komolyan kérdezem, nem, tehát megmerte mondani, hogy miért szerintem ez egy jó buli, jó poén. Én nagyon szeretek vitatkozni emberekkel, jó értelemben, és el is fogadom a másik véleményét, mert kíváncsi vagyok, hogy mit gondol. Tehát tudják az emberek, amikor velem leülnek beszélni, hogy lehet. Nem találkoztam ilyen, aki azt mondta, hogy igen, miért vicces volt a jeges-vizes kihívás? Nem tudom, szerintem az emberek miért csinálták. Azért az más jellegű szerintem. És annak volt egy háttere, és annak, egy igen, betegséggel kapcsolattal, tehát ott gyűjtöttek. Igen. Jó, szerintem most ennél messzebbre nem tudunk ebbe jutni. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sarkosan elmondtátok a véleményeteket. Köszönjük. Annyira veled, meg még mindjárt folytatjuk, mert tálalni kell. Nekem már az étvágyam elment. Ne, azért megkóstoljuk, jó? Majd hozzád vágom a rizses cipőt. Helyes, ezt várjuk. Köszönöm, csókolom.